képzeld el azt, hogy szerinted mit fogsz te csinálni 10 év múlva? Képzeld el, hogy hol fogsz élni, mivel fogsz foglalkozni, mi fog érdekelni téged, vagy akár 20 év múlva. Időkapszulát jelenleg csak a jövőbe lehet küldeni, de ha lehetne küldeni a múltba is, akkor én elküldeném annak a lánynak, aki mindent elolvas, és valamikor én voltam, ezt a lapszámot. Ez az időlapszámunk, amit én különösen nagyon szeretek. A Nemzeti Művelődési Intézet és a Konesélye Művelődési Központ Tájház és Városi Könyvtár együttműködésének köszönhető a mai nap is, illetve annak a Petőfi Kulturális Programnak, ami ebből az együttműködésből, mint lehetőségként különböző témakörökben szolgáltatásokat, előadásokat igényelhetett az intézmény. Így vagyunk itt a mai napon a Kiskumajsai Városi Könyvtárban, ahol a Mit tennél az időkapszulába című előadást Boncidai Éva, a Magyar Kultúra főszerkesztője tolmácsolásában hallhatják a gyerekek, illetve azok az érdeklődők, akik a délelőtt folyamán velünk tartottak. Itt nem volt meghatározva a korosztály, úgyhogy hála jó Istennek, hogy helyi általános iskolák részéről is vannak érdeklődőink, illetve az idősebb korosztályból is. Boncidai Éva előadásában teljesen visszamentünk időben a reformkorig, és a jeles alakokkal kapcsolatos információkat osztotta meg a hallgatókkal, illetve feltette azt a kérdést a gyerekeknek, hogy tudják-e, hogy mit jelent az időkapszula, ki mit tenne ebben a bizonyos időkapszulába. A mai nap folyamán is egy nagyon értékes és informális előadást hallhattunk. Köszönjük szépen, hogy a Petőfi Kulturális Programban részt vehettünk.